Az a fontos, hogy először is meghatározzuk, hogy mi a nemi erőszak. Ha azt veszük, ami a büntető törvénykönyvben van, akkor azt mondanám, hogy az én környezetemben legalábbis nem túl gyakori, vagy nagyon hallgatnak róla. Ha azt veszük definíciónak, amit a MeToo kampány kapcsán elkezdtek terjedni, akkor viszont az is lehet nemi erőszak, hogy egynél után fütyülnek, akkor viszont gyakori. Viszont ez tekinthetően erőszaknak, vagy csupán bunkónyomulás. Régen még csak bunkónyomulásnak sem minősült, ma már viszont erősen belekezd tartozni a nemi erőszak kategóriájában. Szóval, ha így értelmezzük a kérdést, akkor gyakori is lehet.